Egy évben átlag 73 kg kenyeret fogyaszt egy felnőtt magyar. Az emberiség legősibb tápláléka töretlen népszerűségnek örvend hazánkban, sőt az utóbbi években egyre nagyobb a választék a pékáruk között is. Sokan vásárolnak rozsos, több magvas vagy gluténmentes kenyeret, és keresik az egészen újfajta termékeket is, ilyen például ez a chia magos kenyér. Omega 3-at és omega 6-ot tartalmaz nagy mennyiségben, ami a koleszterin szint beállításában játszik nagy szerepet. A vércukorszint csökkentő, súlykontroll, antioxidáns hatású, tehát nagyon sok jó tulajdonságát tudom felsorolni. Jobb minőségű kenyerek és péksütemények kerülhetnek a boltok polcaira az új szabályozásnak köszönhetően. A sütőiparban örülnek a változásnak, tisztulhat a piac. Nagyon sok terméken jó magam is találkozom, majd nem felelt meg az előírásoknak. Ez a fogyasztók érdeke is tulajdonképpen, hiszen nagyon sok fülhanyagot használunk a kenyerek péksütemény gyártásánál, és hogy ez biztosan azok legyenek azok az összetételek, ezeket nagyon fontos, hogy a szabvány alapján betartsa mindenki, és azt hiszem a piac tisztulását, illetve a fogyasztók érdekében ez egy nagy előrelépés. Tény, hogy az élelmiszer ellenőrzések során kevés kifogásolható sütőipari terméket találnak, de ez részben amiatt volt így, mert nem minden termék esett szigorú szabályozás alá. Azzal, hogy a buzalisztből készült termékek mellett más gabonás kenyerekre is vonatkozik majd az élelmiszerkönyvi előírás, például nem lehet majd malátával színezett kenyeret rozsos kenyérként eladni. A rostartalmat emelniük kell. Tehát gyakorlatilag a rostkenyereknél 40%-ról 60%-ra, a rozsos kenyereknél 15%-ról 30%-ra fog emelkedni a rostartalom, illetve hát a fehér kenyereknél is a hozzáadott adalékanyagoknak a mennyisége az maximum 1% lehet. Tehát a trükközésre kevesebb lehetőségük lesz. Az előírás, amelyet idén nyáron az Európai Unió is jóváhagy, jobb minőségű pékárut garantál.